Szövetség bemutatja. Menedzserek a társadalomért. Fókusz van a jövő. Nyitó színpadon Kapitány István, menedzser szövetségelnök, Shell globális executive alá. Reggelt kívánok! Üdvözlök mindenkit, szervusztok, akikkel tegeződünk, és jó reggelt kívánok önöknek, akikkel még nem. Üdvözlöm azokat is, akik a digitális térben csatlakoztak hozzánk. Ilyen ez a világ, hogy most már legalább nem úgy, mint tavaly, nem teljesen digitális a program, hanem egy hibrid program. És hát mennyivel jobb, hogy össze tudunk jönni, és tudunk találkozni, és nagyon fontos dolgokról tudunk beszélgetni. Kapitány István vagyok a Manager Szövetség elnöke, és a Shell Globális Alelnöke. Itt ebben a minőségemben fogok beszélni egy picit, mert van egy olyan terület, a mobilitás, és különösen az elektromobilitás, ami szintén ahhoz a területhez tartozik, ahol én dolgozom, és úgy gondoltam, hogy talán meg tudok osztani egy-két gondolatot ezen a területen is. Amikor elkezdtünk erről a konferenciáról gondolkozni, és hát látjátok, látják a jelen kihívása, a jövő vállatvezetése, a cím, akkor még nem gondoltuk, hogy ez a kihívás még nagyobb is lehet, mint akkor volt. Ugye energia átmenet van, digitalizáció van, a vásárolói szokások változnak. A vállatvezetés sosem volt egy könnyű dolog, mindig érdekes volt, mindig rengeteg lehetőséget adott. Én azt gondolom, hogy ez most a kialakult háborús helyzettel együtt, az Ukrajnában zajló háborúval, ezeknek a hatásoknak az összességével, az, hogy gyakorlatilag itt most az energia, az energetika területén kialakult, mondhatom, most már azért válsághoz közelítő helyzetben sok dolgot újra kell mérlegelnünk. És mi úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó dolog lesz, hogyha együtt vállalatvezetők megosztjuk azokat az elképzeléseket, ahogy a vállalatokat menedzselni lehet ebben a kialakult helyzetben. Ugye a krízis az mindig egy lehetőség is. Látjuk azt is, hogy minden egyes krízisben, minden egyes nagy válság után a társadalmak megtalálták azt a módot, hogy hogyan lehet még hatékonyabban, jobban üzemeltetni a társadalmat. A vállalatvezetőknek Óriási a feladata ebben. Az én feladatom óriási ebben, a mi feladatunk óriási ebben. Hiszen olyan lehetőségeink vannak a jövő alakítására, mi nem sok embernek adatik meg a világon. És szerintem az nagyon fontos, hogy úgy gazdálkodjunk ezekkel az erőforrásokkal, hogy az ne csak a részvényeseink számára, hanem a társadalom egészére egy pozitív változást hozzanak. Én több mint 35 éve vagyok az üzletben, az energetika és a mobilitás területén, és ugye egy dolgot megtanultam, hogy mindenért csak a vásárlók és az adófizetők, az egy és ugyanaz, tudnak fizetni. Ezért az üzleti vállalkozásoknak óriási szerepe van, mert van egy olyan ellenőrzési pont, Hogyha valami hosszú távon nem fenntarthatóan hasznos és nyerességes, akkor ezt nehéz fenntartani, nehéz működtetni sokáig. Tehát ez egy nagyon racionális ága a társadalomnak, és óriási a felelősségünk, én úgy gondolom. És jelen pillanatban ez a felelősség az, amiről beszélnünk kell. A jelen kihívása, de nem csak a jelen vállatvezetése, hanem a jövő vállatvezetése, és a témája ennek a konferenciának. A panel címeket, gondolom láttátok a panelbeszélgetések címeit, ez már mutatja körülbelül, hogy miről szeretnénk a mai napon beszélni. Energetika és fenntarthatóság. Hogyan tudjuk az olajtól és a gáztól való kitettségünket csökkenteni, és egyben egy fenntartható környezetet gazdaságilag és környezetileg is fenntartható környezetet alakítani. És szeretném hangsúlyozni, Mind a kettő nagyon fontos. A legnagyobb probléma, amikor én ugye egy globális állásban vagyok, és rengeteg konferencián veszek részt, ami nem Magyarországon van, nagyon sokszor látom azt, hogy egy szemüvegen keresztül próbáljuk látni a világot. Tehát Houstonban van egy konferencia, akkor azt gondoljuk, hogy a világ az Amerikai Egyesült Államok. Ha Londonban van egy konferencia, akkor azt gondoljuk, nem akarattal, csak hát nem tudunk megszabadulni ettől, hogy a világ az London. Na most én Londonban élek, Mayfairben, ami nem a szegény része Londonnak. Ha valaki azt gondolja, hogy az a világ, hát az nagyon nagy valószínűséggel nem gondolja jól. Karácsiban, Ománban, Plovdivban, és meg kell állni a helyünket. És olyan megoldásokat kell találnunk, amik a világ minden területén működhetnek, de ez nem egy megoldás. Rengeteg megoldás a felelős vállalatvezetés a megváltozott környezetben. Hogyan tudjuk motiválni a nálunk dolgozókat? Hogy ne főnökök legyünk, hanem motivátorok. Hogyan tudunk lelkesíteni kollégákat, hogy a teljesen megváltozott környezetben elvégezzék a munkájukat. Én például most ugye a fő állásomban Oroszországgal és Ukrajnával is nyilvánvalóan napi munkakapcsolatban vagyunk. A legfontosabb feladatom az, az ukrán és az orosz kollégákkal, hogy hogyan tudjuk motiválni őket ebben a helyzetben. És az el lehet képzelni, hogyha valahol háború dúl, vagy valaki egy olyan országban dolgozik, ahonnan a háború elindult, ezek nem egyszerű dolgok. És a vállalatvezető feladata nem csak, hogy technikailag adjon útmutatást, hanem mint vállalatvezető, mint líder, mint tényleges vezető, tartsa a kollégákban a lelket, motiválja, inspirálja őket. Ez az inspiráló cégvezető aki azokra a képességekre alapoz, ami a vállalaton belül megvan, illetőleg új képességeket hoz be. Innováció. Minden egyes krízisben, és az innováció mobilitásban lesz egy nagyon érdekes panelbeszélgetés, ez egy lehetőség. Én már most látom, hogy amiatt, hogy ez a krízis helyzet előállt, mi magunk is sokkal nagyobb sebességfokozatba kapcsoltunk. És én azt gondolom, hogy nagyon sokan közületek, önök közül ugyanebben a helyzetben vannak. Hogyan tudjuk a helyzetet gyorsabban megváltoztatni, gyorsabban menni? Cél a dekarbonizáció. A dekarbonizációról mindenki sokat beszél. Van, aki úgy gondolja, hogy ezt hétfő reggeltől át kell állnunk egy teljesen karbon semleges világra. Ami jó lenne, csak nem kivitelezhető. Van olyan, van olyan ember is, aki azt gondolja, hogy ez úgyis olyan lassú lesz, miért vegyünk ebben részt. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk a mozaik megoldásokat. Hogy mindenkinek, a társadalom minden egyes rétegére gondoljunk. Azokra is, akik adott esetben még most nem engedhetik meg maguknak azt, hogy például elektromos autóval járjanak, és erről beszélni fogok. Tehát nem várhatunk tovább, itt a cselekvés ideje. Egyértelmű, és ugye ez a háború ez még jobban megmutatta, egy európai háború ki gondolta volna, hogy ilyennel is meg kell majd küzdenünk. És ilyenkor mindig azt gondolom át, hogy mi az, amit én tehetek. Egy nagy dolgozva különösen könnyű lenne elvárni, hogy majd a vállalat valahogy megoldja, majd valaki a központból kitalál valami okosat. Tehát, és most én is a központban dolgozom már jó ideje, és innentől kezdve tudom, hogy hát ez nem történik meg. Tehát központokban nem szoktak általában túl sok innovatív megoldással előállni. Ott szoktak, ahol vásárlók vannak, ahol üzlet van. Úgyhogy ezért mindenki a saját területén, én azt gondolom, kell, hogy valamit tegyen. Az én területem az a mobilitás. Gondolom a Shell töltőállomás hálózatról már ti is, önök is hallottak, 46 ezer töltőállomásunk van, ez a legnagyobb kiskereskedemi hálózat a világon. Én mindig el szoktam mondani, hogy több kereskedelmi egységünk van, mint a Starbucksnak és a McDonaldsnak. Örömmel mondom, hogy a márka már erősebb mára, mint a Tesla példa, ami sokokat meglep. De hát ezt foszilis meghajtású gépjárműhálózatról át kell állítanunk, amilyen gyorsan csak lehet, és amilyen nyereségesen csak lehet elektromos töltésű mobilitásra. És hogy mi a konkrét cél, mert én ugye vállalatvezető vagyok az elmúlt 35 évben, nem elemző, hanem vállalatvezető. A különbség az az, hogy ezekről a témákról nem csak elbeszélgetnünk kell, hanem nyilván egy akciótervnek is általában kell születni, hogy mit fogunk tenni hogy ezek a dolgok megvalósuljanak. Az én esetemben a célkitűzés az nagyon tiszta. Tehát 2030-ra mi megpróbáljuk az elektromos töltelmás hálózati részt ezen a tevékenységen belül legalább az össztevékenységnek az 50%-ára felhozni, és fogok róla beszélni. és szeretnénk, hogy a mobilitásunk 2050-re teljes mértékben megülő energiaforrásból jöjjön elő. De ez annyit jelent, olyan célokat kell magunk elé állítani, amiket az elkövetkezendő években meg tudunk valósítani, mert különben 2050 sose fog megvalósulni. Mondhatnám egy picit gúnyosan, hogy könnyű 2050-ről beszélni, mindig sokkal nehezebb nyilván a 2022-ről vagy 2023-ról beszélni. A mi esetünkben ez úgy néz ki, hogy 2025-re mi fél millió elektromos töltőponttal szeretnénk rendelkezni. Jelen pillanatban 90 ezerrel rendelkezünk, ami 2017-ben nulla volt. Hát 2017-ben nulla, most 90 ezer, 2025-re félmillió, és 2030-ra kettő és félmillió. És ugye ez üzlet, emögé erőforrásokat kell tenni, mi 80 országban vagyunk jelen, és erről fogok a mai nap során a beszédemben kicsit részletesebben beszélni. Nyilvánvaló, hogy az fontos, hogy mindannyian azt végig gondoljuk, itt a mai nap során is a panelbeszélgetéseknél, hogy mi az, amit a ami saját területünkön esetleg példaként tudunk hozni, hogy abból a digitálisan résztvevők és akik a helyszínen itt vannak tanulni tudjanak. Egy picit bővebben szeretnék beszélni, mint egy ilyen case az elektromos mobilitásról, de ez olyan tevékenység, amit mi nyilvánvalóan a Shell, a Shell mobilitásnál nagyon szeretünk. Mert a vásárlók is szeretik. Én 35 éve vagyok ebben a szakmában, és azt megtanultam, hogyha valamit a vásárlók kedvelnek, és tudunk olyan módokat találni, ami számukra ezt még vonzóbbá tehetik, akkor ott van üzleti lehetőség, hogy azt fenntartatóan, gazdaságosan tudjuk üzemeltetni. 2021-ben már 6,6 millió elektromos autót adtak el. Ez egy nagyon nagy szám, mert 2012-ben azt hiszem 130 ezret. Tehát egy hihetetlen fejlődésnek indult az elektromos autózás. 2020-ban 10 millió elektromos autó volt a világon, és 1 milliárd belső égésű motorú autó. Tehát ez kb. 1 százalék. Tehát erre lehet azt mondani, hogy lehet ez a kerekítési hiba. Miért, miért, beszélünk erről? Azért beszélünk erről, mert az előrejelzések szerint ez 2030 és különféle előrejelzések vannak, és nem hogy vannak a hallgatóságban, akik nagyon sok fajta előrejelzést látnak. Az, a Nemzetközi Energiaügynökség szerint 220 millió elektromos gépjármű lesz 2030-ban. Tehát 20-tól 30-ig 1 millióról 220 millióra, 220-szoros Fejlődés. hát ebben mindenki részt szeretne venni, én azt gondolom. Én látok egy olyan szenáriót, ami ennél gyorsabb lehet. Ez Magyarországon is elindult, nagyon kedvező folyamatok vannak már Magyarországon is, de nagyon fontos megérteni, hogy ez a fejlődés, ez a világon nem mindenütt ugyanabban az időben fog végbe menni. Én 80 országért felelek, Oszlóban az eladott gépjárműek 70%-a elektromos autó, Karacsiban nem. De Karácsiban is nyitottunk már elektromos töltőállomást. És Ománban is. Ománban mi működtetjük az elektromos töltelmes hálózatot, mert a Tesla autókat tudja tölteni. Mert mi már ott vagyunk mobilitással, nem mindenki van ott. Nagyon sok jó hír van ezen a területen. Az akkumulátorok ára, ami 1200 dollár per kilovattóra volt, körülbelül egy 10 éve, 2020-ra 130-140 dollár per kilovatórára csökkent, és tovább fog csökkenni. Olyan megoldások vannak, ahogy mi tanuljuk ezt a szakmát, mint például a szerződésünk a NIO-val, amelyik egy kínai elektromos gépjármű gyártó cég, hihetetlen jó autókat gyártanak, és ők úgy árulják az autót, hogy az akkumulátort már nem árulják vele együtt, hanem ők akkumulátorfejlesztők is, és a vásárlók akkumulátor nélkül veszik meg a gépjárművet, mert persze az akkumulátor benn van a kocsiban, csak nem fizetnek érte. Ez egy szolgáltatás. És ahol mi együtt dolgozunk a nio az az, hogy ilyen akkumulátor cserélő állomásokat hozunk létre a töltőállomásainkon. Kínában és Európában. És ez miért érdekes, mert ez egészen más megoldás, mint a normális, hagyományos gyors töltés. Miért mondom ezt? Mert megint csak azért, mert aki azt gondolja most 2022-ben, hogy a jövővel kapcsolatban egy megoldás létezik, annak azt tudom mondani, hogy amikor én Németországban dolgoztam 2010-ben, és létrehoztuk a hidrogén hálózatot Németországban, és most ilyen például van 100 darab hidrogén és van 1000 darab üzemanyagcellás autó. Egy milliót terveztünk 2020 ez nem jött össze. Lett ezer. Tehát amikor bejön egy üzemanyagcellás autó a hamburgi hidrogénállomásunkra, akkor utána egy hétig, mert biztos nem lesz új vásárló. Hiba volt ez? Ez nem volt hiba. Mert amikor innovációról beszélünk, vagy jövőről beszélünk, ha valaki azt gondolja, hogy tudja a megoldást, akkor a rossz munkakörben van. A jó megoldást úgy lehet megtalálni, hogy dolgozunk rajta hogy próbálunk új dolgokat, hogy innoválunk, hogy partnerekkel dolgozunk együtt, hogy olyan dolgokat csinálunk, amit más el se tud képzelni, hogy ezt meg lehet csinálni. És tanulunk. Nyilvánvalóan én nem a legfiatalabb generációhoz tartozom, de a legérdekesebb dolog az életemben jelen pillanatban, hogy megadatott, hogy ebben az átmenetben tevékeny részes tudok lenni. Mert rengeteget lehet tanulni. Aki nem tanul, aki azt gondolja, hogy ez a megoldás, az nagy valószínűséggel nem lesz sikeres, mint hogy mi sem voltunk túl sikeresek Németországban. Azt azért hozzátenném, hogy ennek még mindig nincs vége. Tehát amikor beszélünk egy-két autogyártóval, ők azt gondolják, hogy ennek még talán van a jövője. Tehát ez a tyúk-tojás helyzet, ez olyan érdekes dolog. Ezért mi eldöntöttük, hogy mi kialakítjuk az elektromos töltelmás hálózatot, kettős félmirő mm elektromos töltőponttal, olyan módon, olyan gyorsasággal, amely meg fogja haladni az elektromos autók számát. Ehhez nyilvánvalóan képességekre van szükségünk, hiszen mi egy foszilis üzemanyagot áruló kereskedelmi hálózat voltunk az összes kollégánkat át kell képezni, új kollégákat kell találni. Talán hallottak róla, megvettük 2017-ben a New Motion nevezetű vállalatot, ami Európa egyik vezető szoftverfejlesztő cége ezen a területen. És az otthoni töltésben piacvezető. Megvettük a Greenlots nevezetű vállalatot Amerikában ami Amerikában játszik nagy szerepet. Ezek a kollégák ma már nem ilyen márkanév alatt futnak természetesen, se a Richard Solution, és épp most látogattam meg három hete Amsterdamban a kollégáinkat, ezer dolgozóval, gyakorlatilag mindenki a maga szakterületén szakember, és lehetőséget ad arra nekünk, hogy az otthoni töltéstől, a töltelemási töltésig, a kereskedelmi központi töltésig, az irodai töltésig minden egyes területen megfelelő megoldásokat tudjunk találni. Mert ezek nem ugyanazt a vásárlói élményt kívánják meg. Amikor én 2018-ban a beruházóinknak elmondtam ezt a tervet, mert nyilvánvalóan ezek publikus tervek, utána megkérdezték az investorok, hogy hát kapitány, ez mind nagyon szép, de hát miért gondolja, hogy ebből a tevékenységből meg lehet élni? Hiszen az otthoni elektromos energia, hát ez egy hihetetlenül kemény piac, az ár is ugye az nem túl nagy rajta, nagyon részen, ugye ez nagyon sok országban ez még szabályozott is. Hát erre mondtam azt, hogy nézze, maguk ugyanezt kérdezték 15 évvel ezelőtt, amikor mondtuk, hogy mi az üzemanyagot differenciáljuk, és ennek lett a vége a V-Power, amely ma már 21%-a az éves forgalmunknak, 200 milliárd liter üzemanyagot adunk el, és a 21%-a, tehát minden ötödik vásárló jelentősen többet fizet, ezért az úgynevezett commodity-nak képzelt termékért. Tehát differenciálni lehet, hogyha a vásárlói kihívásokat megértjük. És mi már látjuk azt, hogy a autópálya melletti 350 kwh órás nek az árazása, az egy egészen más dolog, mint az otthoni töltés árazása. Amikor azt látjuk, hogy például Fulemben létrehoztunk egy meglevő töltőállomásból egy elektromos töltőállomást, ez bent van a városban, 10 töltővel 175 kwh állandóan tele van, amikor két töltőt teszünk le, akkor nincs, tizet teszünk le, akkor tele van, van egy Little Waitrose szupermarket, ami egy nagyon upmarket, nagyon jó szupermarket, és nyilván van egy Costa kávézó. És nekem azt mondta egy nagyon aranyos úriember, hogy most azért vett elektromos autót, mert mi ezt megnyitottuk, mert végre, végre úgy lehet elektromosan autózni, hogy az gyakorlatilag hasonlít ahhoz, mint hogy autózott előtte. Mert ugye az emberek félnek attól, hogy sokáig tart a töltés, nincs töltő, nem tudom lefoglalni előre, nagyon sok olyan probléma van, ez a pinch point, amiket meg kell oldanunk, ami nagyon hasonló ahhoz az alaptevékenységhez, amit csinálunk. De nagyon sok olyan dolog van, ami teljesen új számunkra. Ilyen például, hogy hogyan tudjuk az elektromos hálózatokba ezt beintegrálni ezeket a tevékenységeket. Tehát ebben tevékenyen részt kell vennünk, és tanulni kell belőle. Tehát a mi kihívásunk, én azt gondolom, az a feladatunk ebben a puzzle ebben a kirakós játékban, hogy egy olyan elektromos töltelmás hálózatot hozzunk létre, ami teljesen más, mint a mostani, hiszen nem azt gondoljuk, hogy a 46 ezer kúton lesz az elektromos töltés csak, hanem például, hogy példát mondjak, Kínában, Szenszenben, ahol egyébként több elektromos autó van, mint az Egyesült Királyságban, tehát ez, ez az eurocentrikusság, ez is egy érdekes dolog, mert nem tudjuk azt, hogy melyik országban van az elektromos autózás. Tehát Kínában szent több elektromos autó van, mint az Egyesült Királyságban, és ugye itt a BYD nevezetű céggel kötöttünk egy szerződést, amire azt gondolom, hogy sokan közületek ismernek, sokan talán nem. Ez a világ második legnagyobb elektromos épjárműveket gyártó cége. Idén 2 millió elektromos autót fognak gyártani. Ezt jelen például Kínában adják el. Nagyon jó minőségű autók, és csak elektromos autót gyártanak. Én azt gondolom, hogy ők a világ minden részén meg fognak jelenni, és nem csak elektromos töltéssel foglalkoznak, hanem akkumulátorokkal foglalkoznak, mint iparággal, és nagyon sok olyan dolgot tudunk együtt a saját kutató részlegünket csinálni velük, ami számunkra megint csak egy versenyelőnyt tud jelenteni. Tehát ebben a kooperációban például az a jó, hogy nekünk van egy globális hálózatunk, van egy feltörekvő autogyártó, és rengeteg közös csatlakozási pont van, amiben tudjuk egymást és az üzletet és a vásárlókat is segíteni. Azért, hogy több opciója legyen a vásárlóknak. Ez a legfontosabb dolog az, hogy mindenben opciók, mozaik megoldások legyenek. Ugyanez igaz arra a tevékenységre is, amit mi magunk is próbálunk elindítani, ez pedig az, hogy minél több területen nagyméretű elektromos sokat hozzunk létre. És erre mondtam ezt a szenzeni példát, hogy 260 darab, ezt újra mondom, 260 darab elektromos töltő van ezen a töltőállomáson, és 30%-os kihasználtságban működik. Tehát ez Európában 5%, ez Kínában most 30%. Rengeteget tudunk tanulni. És én mindenkinek azt javasolnám, hogy attól tanuljunk, aki valamit már egy picit jobban csinál. Ne attól, amit mi elképzelünk, hogy ők a szakértők. Mert ebben a változó világban, nagyon sok új képességre van szükség, megújulási képességre van szükség, és akkor ez a krízis, ha ezt megtaláljuk, ezt a módot, akkor tényleg egy lehetőséget fog hozni a vállalatunk számára, de még fontosabb, mint a lehetőség a vállalat számára, hogy egy jobb megoldást hozunk a társadalom, egy versenyképesebb megoldást hozunk a társadalom számára. Ezt a kormányok önmagukban nem fogják tudni megoldani, bár óriási az elkötelezettség, ami egy nagyon jó dolog, de ezt önmagukban a kormányok nem fogják tudni megoldani. Egy nagyon érdekes dolog uh, uh, itt uh, a Magyarországi Népfürdő utcai állomáson már van olyan, ahol olyan elektromos tevékenységet segítünk, és az Ázsiában nagyon sok állomáson van, mint például a kerékpárok, mopedek, elrobogók töltése. Tehát ez is nagyon sokszor az emberek elfelejtik, hogy ez nem csak személygépjárművekről szól, ez gyakorlatilag mindenfajta közlekedési eszközről, és a mi esetünkben természetesen a mi forgalmunknak, ennek a 200 milliárd liter üzemanyagnak, körülbelül a 40 a az közúti teherszállítás, forgalom. Most ezt elektromos töltésre átállítani sokkal nehezebb lesz. Ezért van az, hogy például Amerikában hidrogén állomásokkal működünk, olyan trackerekkel, tehát kaminos cégekkel kötünk szerződést, akik eldöntötték, hogy a hidrogén meghajtású kamionokat fognak vásárolni, és ez nagyon érdekes számunkra, mert olyan helyeken tudunk építeni ilyen töltőállomásokat, melyeken aztán tudunk személygépjárműveket is tölteni. De ez megint egy kihívás, hiszen még nem dölt el, hogy a közúti teherforgalomban vajon a hidrogén lesz a meghatározó üzemanyagforma, vagy az elektromos megtöltés eljut, feltöltés olyan szintre jut, hogy ott is ezt be tudjuk vetni. Ezért ezen a területen is dolgozunk együtt kamiongyártókkal, teherautógyártókkal. Tehát nagyon fontos az, hogy én azt gondolom, hogy minden lehetőséget mérlegeljünk az erőforrásaink függvényében. Itt egy nagyon picit szeretnék beszélni arról is, hogy amikor az energia átmenetről beszélünk, akkor megint csak azt látom nagyon sok helyen, hogy az eldöntésre került, hogy ez elektromos töltés a személygépjárművek területén. De nagyon érdekes dolog, hogy például nagyon alacsony karbonkibocsátású bioüzemanyagokat lehet a világ egyes területein gyártani és alkalmazni. Brazíliában van egy vegyes vállalatunk, amit úgy hívnak, hogy Raizen, én abban veszek részt, mint vezetőigazgató a Shell részéről. És Brazíliában a benzinforgalmunk 57%-a az etanol. A Raizen az a világ egyik legnagyobb bioüzemanyag gyártója, Nyilvánvaló, ott ezt képesek voltunk gazdaságosan finanszírozni, és érdekes módon vannak olyan flex autók a már meglevő autogyártóktól, amelyek tudnak etanollal teljes egészében működni, tehát 100%-os etanollal tudnak. Egyébként van v-párunk, 100%-os etanol v-párunk. Talán ez is vezetett oda, hogy a Ferrari, akit érdekel a, formula, a Forma 1, a Ferrari idei üzemanyaga az etanol 10 -es és ez az a brazil megújuló energiaként funkcionáló bióüzemanyag azért, mert ez a mezőgazdasági hulladékból készült. Tehát ez nem az élelmiszer részéből, a cukornádnak, hanem a mezőgazdasági hulladékból. Tehát nagyon érdekes dolog ez, hogy ezeket lehet ipari szinten is működtetni, és nagyon büszke vagyok rá, hogy a mi váltunk az egyetlen, amelyik ipari kereskedelmi méretekben tud ilyen bióüzemanyagot gyártani. A célunk az az, a Ferrari-val egyébként, hogy 2025-re, legkésőbb 26-ra, 100%-ban megújuló, folyékony üzemanyaggal menjen ez a, ez a versenyautó. És ez nyilvánvaló bioüzemanyagok, szintetikus üzemanyagok keverékével. Miért mondom ezt? Mert amikor az autógyártókkal mi beszélgetünk, akkor nagyon fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy nem biztos, hogy csak egy megoldás a jó megoldás. Én azért mondom ezeket a dolgokat, mert talán applikálható azokon a területeken, ahol ti, ahol önök dolgoznak, hogy nem biztos, hogy mindig a fősodorral, a mainstream-mel kell menni. És nem biztos, hogy bele kell ugrani végső konklúziókba, mint vállalatvezetőnek. Tehát ez az én tapasztalatom 35 év alatt, hogyha valaki nem tud az árral szemben úszni egy ideig, és nyilván az fontos, hogy ne fulladjon bele, mert akkor nyilván nem volt túlságosan sikeres az akció, de árral szemben úszni és valamilyen módon olyan megoldást találni, amire nem gondolt egy másik piaci szereplő. Beszéltem arról, hogy különféle megoldások lehetnek, de arról is szeretnék most beszélni, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni különféle partnerekkel. Tehát az új területeken én azt látom, hogy a legnagyobb hiba, hogyha azt gondoljuk, hogy mi tudjuk a megoldást. Nagyon fontos, hogy olyan kooperációkat alakítsunk ki, amiben mindenki tud tanulni. Tehát a mi esetünkben például mi autogyártokkal dolgozunk nagyon-nagyon szorosan együtt. Soha nem volt az én 35 éves vállalatvezetői tapasztalatom alapján ilyen szoros együttműködés autogyártok és különféle ezen a területen működő vállalatok között. Mert az autógyártók sem tudják a tényleges megoldást. Van olyan autógyárt, aki önmagában alakít ki egy töltelmás hálózatot, ilyen a Tesla, és nagyon sikeresek vele. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy nekik nem ezt kell csinálniuk, és vannak olyanok, akik egy hibrid megoldással dolgoznak. Mi mindannyiukkal együtt dolgozunk. Tehát ez nem a kizárólagos kooperációk és együttműködések időszaka. Én azt gondolom, hogy flexibilisnek kell lenni. Rugalmasnak kell lenni. És, és tanulni kell egymástól, és nyilvánvalóan ezen a, ezen a területen a vezetők szerepe óriási. A mi esetünkben, te lehet képzelni, ez egy energetikai vállat, a mobilitás üzletág és ugye foszilis üzemanyagokra alapult, hát nálunk gyakorlatilag munkaközbeni átképzés zajlik, hihetetlen mértékben tanulunk. Én azt látom, hogy ez olyan energiákat szabadít föl mindenkiben, Különösképpen, hogyha hagyjuk a kollégákat, hogy kövessenek el hibákat. Tehát, mint vállalatvezető, én azt tanácsolnám, a legjobb dolog az az, pláne egy új területről van szó, hogyha rengeteg kisebb kudarccal kell szembenéznünk. Ha ez nem így van, ha úgy gondoljuk, hogy ezt mi már mind megtaláltuk, akkor nagy valószínűséggel nem leszünk sikeresek ezen a területen. Én ezt tapasztaltam. És ez nem egyszerű, mert nyilvánvalóan mindenkinek, vagy a legtöbbünknek ugye vannak részvényesei, és van egy elvárás. Tehát nyilvánvalóan kell egy bizonyos megtérülést elérni. De nagyon fontos az, hogy az emberek, a kollégák, azok, akik ezeken a területeken dolgoznak, felhatalmazva érezik magukat arra, hogy innováljanak. És a legvégén, ugye angolul mondják, put your money where your mouth is, tehát a pénz beszél kutya ugat, ugye magyarosra fordítva ezt a kifejezést, nagyon fontos az az, hogy azt is mutassuk, hogy ezeken a területeken megfelelő beruházásokat eszközölünk. Mert ugye jó indulattal nem lehet ilyen nagy változásokat menedzselni. De az én területemen mi az elkövetkező nyolc évben az organikus és inorganikus beruházásainknak a jelentős részét elektromobilitásra költjük már most, és fogjuk költeni. És ez egy nagyon fontos dolog. A pénz önmagában nem elegendő, de ha minden olyan résszel, amiről beszéltünk, megküzdünk, én azt gondolom, hogy van lehetőség arra, hogy elérjünk itt az elektromobilitás területén specifikusan egy olyan helyzetet, amikor az gazdaságilag is, és környezetileg is egy megfelelő megoldás. Vásárlók tudatosan vásárolják ezeket a gépjárműveket, és örülnek annak, hogy megfelelő szolgáltatásba részesülnek a világ minden részén. Tehát nem New Yorkban, vagy Oszlóban, mert ugye ez a nagy kívás, hanem mindenütt. Így Magyarországon is, is, és Magyarországon nem csak Budapesten, hanem az ország minden területén. Tehát én remélem, hogy ebből a... Próbáltam egy olyan példával illusztrálni, hogy mik az én kihívásaim, mert én azt gondolom, hogy mindig ezek a legjobb dolgok, hogy mivel küzd az ember, és talán látjátok, vagy látták, hogy ezek nem olyan kihívások, amitől az ember összeroskadna, ezek olyan kihívások, amiből az ember energiát tud gyűjteni. És ugye mi a legtöbbeteknél, a legtöbbüknél én idősebb vagyok, ezért hagyd mondjam el azt, hogy ez egy óriási dolog, hogy ebben részt tudunk venni. Ez egy hallatlanul izgalmas periódus. Tehát az én iparágomon belül én nem láttam ilyen izgalmas periódust 35 éven keresztül, pedig azért volt egy-két ötletünk. Úgyhogy egy pozitív mentalitás, egy pozitív hozzáállás az, amit még mindenkinek szívesen tanácsolnék. Hiszen ez a mi kihívásunk, cselekvően segíteni, a jelen kihívása a jövő vállalat vezetése terén. Remélem, hogy a beszédem gondolat és főképp cselekedet ébresztő volt, és nagyon sok sikert kívánok!